2000. szeptember 1-től elvállaltam egy új megbízást. Roppant izgalmas volt, egy vidéki nagyváros, egy autószalonjának a rendbetétele volt a feladat. A tulajdonosokkal nyilvánvalóan megbeszéltük mindent. Szeptember 1, első munkanap, hát hogy kezdődik egy ilyen cég átvétel, hát nyilván a vezető megismerkedik a munkatársakkal. Így aztán jöttek sorba beszélgetések, értékesítőkkel, munkafelvevővel, autószerelőkkel, hát sorban mindenkivel, ahogy kell. És aztán jött az egyik legértékesebb ember, ez persze, hogy utólag derül ki az egyik legértékesebb ember a autószalomban. Elkezdtük beszélgetni az autómosóval. Laci bácsi egy aranyember volt, nagyon szerettem, és főleg azért, mert úgy éreztem az egész beszélgetések során, hogy ő volt az egy, aki nem féltette a székét. Jó, lehet, hogy azért, mert nem volt neki, de ő kerekperenci között elgöm, főnök, te vagy itt a hatodik főnök. Én meg még mindig itt vagyok, mint autómosom. Egyetlen dologgal van, csak tele a pupom, mondta ő. Hát, hogy eddig öt volt, és mind az ötnek más volt a mániája. Most jössz te, és majd jönnek az új szabványok, jönnek az új normák, jönnek az új elvárások, és mondta Lacikám, ezt viszonylag gyorsan rendbe rakottuk ezt a kérdést, gyere kérlek velem. Kiment a mosóba, levetettem a szakómat, begyűrtem ide a gombok közé egy napkendővel, és mondtam, hogy hozd meg kérlek egy autót. Behozta az autót, és így, hogy voltam bőrcipő, öltött nyakkendő, lemostam az autót. Kompresszort kifújtam, ki kell, letörölgettük, ahol le kell, és elmondtam, hogy nekem mi a heppen. Tükör mögül, kinek van fekete vagy sötét színű autója, na az milyen érzés, amikor a mosó után kijössz, és az első szélfú alatti végnyomja a vízcseppeket az autó oldalán, lecsettem a végén, mire legközelebb megállsz, na ott vannak a foltok. Na, nekem ez a heppen. Ezeket szüntessük meg. Mikor ezzel készen voltunk, megállítottam az órát, és mondtam, Laci, mostantól ez a norma. Nem rínél. Fél órán belül mindenki tudta, mit csinált a főnök. És én lettem ott az első olyan főnök, aki volt első pillanatban, első órákban befogadott a csapat. És elfogadták azt, amit én onnétől kezdve mondtam, mert hittek bennem. Volt bizalmuk irányban. Mert nem beszéltem, hanem megmutattam. Úgyhogy azt javaslom nektek, hogyha az embereiteket valamiféle cselekvésre, valamiféle tevékenység elfogadására ösztönözitek, akkor járjatok jó példával. Mert ha így cselekedtek, akkor meglátjátok, hogy sok-sok kellemetlenségtől megszabadultok, elkerülhettek egy csomó ellenállást, sok-sok olyan dolgot, amivel a vezetők szembesülnek napjaiban.